Código do sugar sanduíche. Código do. Choco do zaro. Código. Código do laxi, chavo. Choco do zaro. Mus me chinaio. O te fento fone. Choki fele. Úgy mondják, hogy choki. Na az, sziasztok. Na most sötétbe kell főznem. Láttok valamit belőlem így? Csapkod a csoki. Csapkod az áram, ott talán nincsen rajta dugó. Vagy nem tudom, hogy hogy mondják. Sziasztok, láttok engem így, attól függetlenül? Osszátok meg, na milyen sötétbe fogok főzni? Á, sziasztok, már még a fejem is viszket. Na az áram az muszáj, hogy menjen, mert a mosógépet meg elindítottam. Szia, Enikő! Jaj, Enikő! Hát olyan régen láttalak már itt nálunk, édesem. Várj, én felkapcsolom. Jaj, a villany! Szétüt lehet. Itt, ha csapkodott az áram, az baj. Sziasztok! Köszönöm, Bogyó! Enikő! Imádlak! Szia, Bius! Láttok valamennyire? Na most így fogok live-ozni. Húsos csontról csinálunk egy kis krumpli gulyást. Hát hallod, Ildikó, csapkod a csoki. Tudod, hogy a falba oda vannak rakva a zsinórok, de szerintem, ahogy főzni szoktam, a párától elengedett. És így azt látom, hogy az áram így szikrázik, így dob, így az áram így szóródik lefele. Az baj, nagyon beállítsa a hajamat? Ha rám esik az a szikra, belövi a hajam? Kiegyenesíti mi? A göndör hajat? Nehogy elégjen a vezeték. Az szép. Igen, az lesz, csak a Falkó dolgozni van, jön haza. Tudjátok, van a falba egy kör, ezt abban vannak a csokik, rádugaszolva a kis műanyag kockák, de valami lehet, hogy összeér, mert szikrázik. Nekem ugyanez volt a fekete voltos füstölt minden. Szét volt égve a vezeték. Meg kell várnom az uramat. Meg kell várni az uramat, nekünk is ugyanez. Na, remélem, most nem kapcsoltam villanyt. Mert ha villanyt kapcsolok, figyeld, mit csinál. Figyeld, megmutassam. Hagyom. Villám. Villám meg fény. Aztán én most ott főzök alatta. Köszönöm. Nem kapcsolom fel, jó, csinálom a kaját, mert mi éhen fogunk megrázódni. Főzök, engem nem érdekel, én főzök. Hol van a telefontartóm? Na ki vette el a telefontartómat? Á, mit nyelte be? Így nincs gond, ha nem kapcsolom fel, úgy nincs gond, tudom. Nem kapcsolom fel. Nem baj, hogy be van dugva a tévé. Az nem baj, hogy a tévé be van dugva. Más nem megy a szobába. Itt nem szikrázik. Rendeljétek át, mert nehogy leégjen a házad. Hát nem villanyossal főzök, babám, hanem ez gázzal. Gázzal főzök, édesem. Szia, Mónikám, köszönöm a szívkoronát. Gázzal főzök. De eltűnt a telefontartóm, hát. Jaj! Mi veszik el tőlem? Sziasztok, kapcsold le az áramot inkább. Megy a mosás.
Így jó, ha nem kapcsolom fel a villanyt, így jó. Na nézd meg, eltűnt a telefontartom. Ki fogják szarni pedig, hogy hol van. Nézd meg a telefontartom. Ja, itt van előttem. Jó van. Nem kell rögtön verekedni, hát. Nem kell verekedni. Szépen is, higgadtan is meg lehet kérdezni. Alig láttok. Az az egy kis ledet bekapcsoltam ott. Kell, mit cserélni rajta 250 forintra. Azt ki kell. Azt a csokit. Csokit cserélünk. Na gyorsan felrakom. Láttok valamilyen szinten? De homályos. Hú, na jó van, várjatok. Hey, zavaros a kép. Kép van, hang, kép nincs, hang van. Na, igen, húzka a függöny természetes fényt, hadd hagyj jöjjön be. Itt nincsen, itt nincs ablak, csak ajtó. Ez, itt ezen a konyhán, itt ahogy vagyok, ott csak az ajtó van, babám. Veszek ki burgonyát. Ez elég. Várjátok már. Kosárba tettem. Ide tettem a kosárba egyelőre. Majd kivisszük hátra. Sziasztok! Na jó van, csinálom. Eskü, kesmes. Aj, miért csapkodol, baszod? Ezt is felkapcsolom így. Na. Csak ezt kapcsoltad fel, ami itt van. Az nagy villeg, nem? De meg rázhat, rám csaphat. Sziasztok! Nem, nekem nem a lányom a Marika, nekem Melinda a lányom. A Marika a Falkónak a lánya. A Marika a Falkó lánya, a Marika, igen. Melinda, mi az? Csak így jó. Mindent, akkor nem látok. Én nagyon félek az áramtól. Na. Én nagyon félek az egétű, meg a patykántú is. De legjobban az áramtú. Az biztos, hogy kinyír. Nagyon félek a patykántú. Melinda, abájú, abájlásó! Sziasztok! Szia, hívd fel a Falkó. Hát a Falkó dolgozik, babám. Ő is azt mondaná, hogy így menjen. Pára nem? Jaj, pára nem. Tudom. Az fánkot sütök. Tudom. A csokit meg kell csinálnia. Nem tudom, mikor jön haza. Szia. Fiad. Szia, Olika. Te vagy az Olika. Olika. Olika kérdez a fiad. Otthon van. Jó, a főzök, hát nem haladok, nem leszek kész. Nekem 3 év cserélték ki 405 000 forintot. Inkább így hagyom, csapkodjon, csak nyugodtan. Úgy csapkod már, hogy akar a lelkem. Nem baha, csak... Hadd csapjon. Addig a jó, mit csapkod? Mit? Jaj, a csapkod az áram! Az van, ott felül a csoki. A csokiná. Úgy hívják csoki, nem? Nem csoki? Na ott csapkod az áram, a csokit nyomod, nyomni kell a csokit. Bueno, Kinder Bueno. Csoki. Mi?
Hát azt kell rátenni, csoki, nem csokit kell rátenni. Azt kell rátenni, csoki, csoko, csoko, lá, csoko, csoko, dé, csoki. Hát csokinak hívják, amit az áramnál kell felrakni. Nem csoki a neve? Van gyerek. Hát nekem már nagy gyerekeim vannak. Mind nagy. Két nagy gyerekem van. Van unokám, lányomnak van lánya, fiamnak nincs senki, csak egy felesége, élettársa van a fiamnak. Ő neki még nincs baba, még nem jön a baba, ott még. Jaj, rám csapódik az olaj is. Na jó van. Ha csap, hát csap, akkor csap, akkor csapni a köllő. Csapkodjon, míg él addig. Már nem, csak már nem szikrázik. Ma szólok, ha szikrázik, ma szólok. Itthon vagyok, itthon főzök. Hát most lehet a gőztől fog szikrázni. Megpirítom a hagymát. Egy kis sóval. Miért nem tettek rá dobozt? Ez jó kérdés. Ez nagyon fasz a kérdés, hogy miért nem tettek rá dobozt? Nem fog, ha nincs felkapcsolva. Ezt a nagyot nem szereti, ha fel van kapcsolva. A többi elmegy. Úgy cseráz meg. Gulyás. Krumpli gulyás. Húsos csont. Hát abból nincs. Hát de vizet nem fogok fellocsolni oda. Teszek fedőt a hagymára, szó? Jó, akkor ide szerelők elők megnézik, és meg így van Ildikó, de elég, ha oda megy a gőz. De ilyen kezdeket van. Hát elég, ha oda megy a gőz. Na fasza, akkor hogy fogok megsütni? Hát a fánk! Mikor felhajtottam az émet. Szoszi, móka van. Nem csak. Hát ezt már nem kell csinálnia. Ezt már biztos, hogy meg kell, hogy csinálja. De lekapcsolom az áramot, semmit nem fogok látni. Semmit nem fogok látni. Egy két darab kis LED szalag megy. Két darab LED szalag megy, édesem. Igen, de ez a ház már így volt megcsinálva, nem tudom, hogy dobod még nincs rajta. Ez a ház már, ebben a házban 6 hónapja vagyunk itt, vagy 7 hónapja? 7 hónapja. Nem tudom, hogy miért így van megcsinálva, szó kereszt a kereszt. Szerintem nagyon angusztusosan. De imádlak, nem lehet. Nem, majd szól a falkó. Én nem szólok. Ma szól a falkó szerelőnek. De nézd meg, venni akarom fel. Jó, felvesszük. Sziasztok, ma készítünk. Mit készítünk? Várjál, mindjárt. Na. Sziasztok! Mindenkinek ma készítünk krumpli gulyást és fánkot sütünk. Na? Hát a csillárnál lehet, hogy akkor, és akkor ott a csoki, jaj, megy fel a gőz.
Hogy inkább nem is így csinálom, nem így csinálom ezt a videót. Inkább nem így csinálom TikTokosan. Összeír, ne félj, nem lesz. Nem, hát nem. Holnap én is gulyást főzök deregével. Imádom. Imádom. Nagyon jó. Szeressük. Rakom már rá a húst. Készítem már fel, fele babám. Készítem fel. Nem, remélem, nem csak. Hát már muszáj vagyok már készíteni már felfele, hát. Aztán majd itt a végén nekem, meg majd nem lesz még étel s az asztalon. Készítem felfele, hát. Istenem. Pedig csak a hajadat dicsérem. Na, nem engedi beírni, és szűr mindent. Nem lesz baj? Igen, az állat miatt cikázik. Zárlat van amúgy, anyukám, zárlat. Így van, babám. Összeér, igen. Igen, igen, igen. Igen. De hogy locsolok? Nem locsolok rá, ugye. Kodikodó, lássó, lássói. Csóró csávó! La-la-la-la-la-la-la-la. Kodikodó gyerek, gyere, gyere! Jaj, Istenem, ez a telefon, de csuk el! De csuk el! Hát, tudod, milyen fánkot csinálok, babám? Lekváros fánkot. Lekváros fánkot. Kodikodó csávó, szerej! Ande tuka má! Ki az a német Edina édesem? Azt nem tudom, hogy ki az, babám, megyem a szíveteket. Ki az a német Edina? Kodikodó, kodó, kodó, lássírhágyi. Nem tudom, ki az édeském. Pa, ma, 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 ma. Láttok így? Tök jó. Nem ismerem, édesem. Mondjatok már valami jó zenét, valami cigány zenét, azt teszek alá. Valami román zenét, TikTokon szokott élőzni. Na most mondd meg. Nem nagyon nézek senkit. Ha hiszitek, ha nem. Ó, az a zene. Nikó Panetta olasz. Igen, és de jó? Nem tanárok egy jót.
Lehet hallani, igaz? Florin, tercer, oké, okay. Írom. Ostatjovics a Floriánra. Ha én fekszem, így zárva van, minden sötét van, éjszakás volt, a este is megyek, pihenek, de dőled. Jaj, értelek, édesem. Jót nem tanálok. Ez is az. Ez nem elég gyors. Van bulis román zené, tudtok? Az vagy, édesem? Na jó, van ez egy perces. Na jó, van ez egy perces, akkor nagyon jó főzés neked, és vigyázz az árammal. Csókollok, Juditkám, puszilak, édesem. Jó van, majd később, majd gyere, ha tudsz, jó? Később. Ha tudsz, mindenképp gyere. Sziasztok mindenkinek! Átfordítom a kamerát. Megy a vaku, megy. Hát a gőztő nem látszik. Lehet, nem bírom megcsinálni, babáim. Na, haladunk. Na jó van, csinálom, mert a gőz, itt van, mellé hagytam neked. Privát üzenete, ott válaszol, kérlek. Jó van. Próbálok ott majd válaszolni. Nagyon sokan írnak, hegyem ki. De mindig válaszolok. Mikor így nézegetem át az írásokat, fogom, azt válaszolok. Szépen megcsináljuk a fánkot. Ráteszem azért, hát ha nem fog csisteregni az áram. Nehogy ide basszom már nekünk az az áram. El ne tévedjünk. Rógokba. Szedtem le olyan jó zenéket. Jaj, még tornáznom is kell. Nem baj, még a fánkot is ki kell sütni. Csináltam programot, ma annyi számlát befizettem. Hú, minden fajja féle számlákat. Égnek állt a hajam neki. Azt mondtam, hogy na jó van, akkor gyerünk. Hajrá, hajrá. Előre megyünk, nem hátra. És még nincs mind kifizetve. Még híja van. Szia, Juliska. Hát igen. A számlára keres az ember. Meg hogy főzzön. Arra keres az ember, hogy számlára. Szia, szép napot, jó főzés, köszönöm. Szép napot mindenkinek. A számla a lényeg. Ragadjon a bélyeg. Az a lényeg a számlába, hogy ragadjon a bélyeg. Krumpli gulyást csinálok húsos csonttal. Megcsinálok egy kis fánkot. Sütünk fánkot, lekváros fánkot. Fánk, langyos tej, úgy készítem, liszt, cukor,
vaníliás cukor, langyos tej, citromreszelt héja. Azt meg kell a tészta. Vágod? Ennyi. Nem kell túl bonyolítani. Nem bonyolítjuk túl. Kérek. Titi, szia! Szia, Titi! Szia, Brigi is itt van! A szia, Brigi! Jaj, de jó, hogy itt vagytok! Szépen már, most már fehéredik a hús. Sütöm. Szia, szia! Mi újság van veletek? Szentú círóban. Azt keresne, már mindegy, már elkezdte. Már mindegy. Szandú Ciorba, rá se rács, majd a következőbe. Már indítottam, most már veszegetem, jó van az így. Szandú Ciorba, azt kellett volna. Van idő, megemeltem magam. Jaj, inekcióznak, jujuj. Mindig van valami baj, mi? Megemelted magad a munkahelyen, gondolom. Megemelted magadat, Csai. Várjatok, most így nekem jó magamba. Most pont így jó vagyok. Várjatok, Csajok. Most ez nem behívós live. Mert így is az áramot is koncentrálok most mindenre egyszerre. Most akkor főtőbb az az áram, most nézhetek, mint borjó az úgy kapura. Macilány, hát szia! Jó vagyunk, Brigim, hál' Istennek, jó vagyunk, a farkó dolgozni van. Dzsuvás vagyok. De viszket a hajam, há. Bekentem. Acetonnal? Jó, hülye vagyok. Mivel kentem le? Hajszesszel. Bekentem hajszesszel a hajam, apádnak lefolyasztod a torkára. Kurva! Honnan vannak itt ezek, Istenem, jár, hogy a ízegye le a fogadat. Az egye le a fogadat, az íz. Na most gondolj bele. Ma mindjárt repül. Az íz egye le a tüdődet. A anyárba, amit beleverti, azt belefolyik utána az arcodba. Azt rámegy a tüdődre. Azt. Ám a tüdődre rámegy azt. Azt. Pedig olyat főzök, ami a tüdődre megy. Gusztustalan féreg. Aranyosak a videói. Csókollak, életem. Köszönöm, babám. Imádom, ahogy főzök. Hát már haladunk. Haladunk, babám. Hát én mondom, jól főz. Répát szépen felszereljük. Köszönöm. Jó van az, répa lesz benne, burgonya lesz benne. Aztán összepakolok. Tornázni akarok. Szia-szia mindenkinek. Tartsd meg anyádnak a répát, anyukának felmutatod, megkérdezed tőle, hogy hova tegyed neki. Tett ki ebben a román férjemet, hát egy finom ételt. Vagy nem is férfi, kurva. Ezek kurvák. Ez nem férfi, babám, kurva.
Ezekkel nehogy azt hidd, hogy ezek pasik. Ne hidd el! Egy pasi nem ír ilyet. Ez kurva. Mi újság? Szia, jó fej, sát! Hát szervusz, jó minden, babám. Minden. Tökéletes minden. Bocsánat. Annyi? Mondom. Mondom, kurva vagy. Amúgy is, így is, úgy is. Visszálljuk így is, úgy is. Kurva vagy. Ha kell, ha nem kurva vagy. Ha akarod, ha nem kurva vagy. Jó vagyok, édesem, háttig. És tik, jó vagytok? Átfordítom a kamerát, a kamerát. Szeretenem. Igen, én is jó, nagyon jó, édeseim. Legfontosabb. Ja. Megmutattam a világnak, mit főzök, máma. Rá se basszá, így kell életem. Hát nem is. Hát nem is. Minek? Igaz volt a szó. És így van. Teszünk bele színes paprikát, őrölt borstot, egy kis delikát nyaucot. Delikát nyaucot. Azt nem hagyom ki a delikát nyaucot. Pici sáut. Jó ez a póló. Na, köszönöm. Há, ilyenek ezek, édeseim, ilyenek ezek. Így vannak ezek. Ilyen csalamádék vannak. Ilyen vegyes köretes csalamádék. Paprikakrém is van. De jó, teszek bele paprikakrém. Na, hova tettem a... Paradicsom pürétől kezdve mindent teszek bele. Mindent rakok bele. Melikén privában majd írok. Jól van. Ha írok, hajra valók, mi a... Nem tudom kiolvasni a videóból, hogy milyen. Pedig kitettem. Na majd, akkor majd megbeszéljük. Jó van. Tettem bele paprikakrémet. Mit főzöl, csajek? Krumpli gulyást. Így jön ez csak ki. Paprikakrém. Paradicsom, imádom be. Ez a sűrített aranyfácát. Jaj, de drága. Felöntöm vízzel. Felöntöttem vízzel, mámbabáim. Teszek bele egy kis vizét is. Szólj már mit. Mit teszek bele? Na mondd már ki. Fokhagymát. Alig bírom összekavar, nincs erő a kezembe. Á, kimarok. Változok már én is lehet. Ki tudja, szerintetek, az ha változok. Ó, mi lesz itt velem akkor, meg a farkóval? Mi fog velünk lenni? Mi fog történni itt gyöngyösön? Na akkor mi fog itt gyöngyösönni? Petezsemes kumpli fasi, nagyon finom. Imádatosakat főztök, kesmest. Imádatosakat főztök. Már most sok kálciumot kell inni. Teszek bele zöldségkockát. Imádom Pálol, hogy ízlel a kajáidat, ezt is ízlelni fogja. Zöldségkockát teszek bele.
Még zöldségesebb bízt ad neki. Ugye? Iga. Zöldségesebb bízt ad neki. Na feltettem, hagyj följön. Ez, jaj, nem, nem, fokhagyma, fokhagyma, szóljatok rám! Fokhagyma! A szíve lelke! Mikor lesz új videó? YouTube-on. Fent van, éjfél után tegnap feltettem videót a YouTube-ra, nézd már meg! Éjfél után tettem ki, nézd csak meg! Megy bele fokhagyma is. Hát kell bele. Éjfél után, akkor nézem, nézd meg csak babám. Tegnap este éjfél után tettem ki egy videót. De most is ezt is fel fogom tenni, iratkozzatok fel. Melinda Falkó. A gáz ilyen hangos, hallod? Valaki tűzze már ki, hogy YouTube, Melinda Falkó, köves, pusz. Mi a macila? Mi az? Nálunk is így van, csak a kicsi valahogy nem. Így csak beleszeletelem, belefő, így gyorsan így beleszeletelem, így fogom a fokhagymát. Az dur, dur, dur. De jó, már bele a fokhagyma. Sütök, már kavarom is be a fánkot, figyel. Jó van, nem szikrázik az áram, és Istenem, de jó. Szólok a Falkónak, valamit csináljon, mert nem leszünk így jóba az árammal. Valamit tegyen. Szia, Jászmin hercegnő! Sziasztok! Nem áram most tűze ki, valaki legyetek szívesek a YouTube-ot. Jó lenne, édesen. Nem tudtok, akár végkötök tűz. Te is tudsz tűzni. Tudsz tűzni, babám? Tűz már ki ma. Bárki kitűzhet. Én nekem azt hiszem úgy van. Itt az Éva. Látom, csatlakoztok, édesem. Tűz, na tűz! YouTube, Melinda Falkó. De jó lesz, már most érzem, hogy milyen jó lesz. Nem engedi, nem lehet. Aha. Azt miért nem? De miért nem? Nem az tűz, aki akar. Hallod, nem engedi. Érdekes amúgy ez, ez a variáció. Úgy van beállítva. Ó, az a haj. Na, ha örülünk az ételnek, bele kéne forgatnom. Nem férek el, lányok, nem férek a gáztól. Nem férek a gáztól. Jó van az úgy most már, jól van ez már így már. Da 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 na 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 na. Jaj, de jó a felső. Köszönöm! Thank you! Szia, babám! Mindjárt megbolondulok. Kis híja. Nem? Amúgy így szokott jönni, ezek a jelek. Amikor így csinálom, csak úgy. Valamit elkezdek csinálni. Na 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 na
Halljátok, tegnap táncoltunk a Helenával, majd kirakjam a videót. Helenával, hogy táncolunk, a Helenának a táncát. Meglássátok, én szoktam ilyen hirtelen ilyenek. Na hát akkor, abból baj nincs. Akkor jó. Ha, nem csak én vagyok ilyen. Felmegy a legény a fára. Az áramot nézzük néha. Azt jó van. Ha megy fa, kitörések. Ajasmi. Ajasmi. De jó, de jó. Semmi baj nincs abba, ha kitöréseid vannak, mert az csak csuda jó. De csuda jó, most mindenki bolondnak néz hirtelen, de kurva jó. Ezek a kitörése, ebbe fogok melegíteni tejet a tejfeles bogozban. A mikró, jaj, beindítom, a mikró csapni fog az áram. Tárárárárárárá, gyerekek is eltanuljuk tőle. Lehet, hogy csapni fog majd az áram. De te szedjed gyorsan, szedjed. Tattarara. Dam-dam. Reméljük, hogy nem csap az ár. Hát az előbb melegítettem egy kis kávénak való vizet. Drága jó szénkén, ne csapjon az ára. Bírja ki gyorsan. Nem csap ez, bírja ez, már mutatom a fánkot már nektek, mutatom, melegítek tejet, figyeljetek majd mindjárt, csak bírja ki a zára, szoszitej, mindjárt melegszik. Nem fog kifutni a tej. Dik a tej, fut a tej. Nem igaz. Hogy legyen már langyos az a tej. Hova fut, nem tudom. Még egy kicsit melegedhet. Szoszi Armando! Tej! Ne. A tej, meg a... Vigyázzunk, a leves se fusson ki. Fedezék bász, akkor jó vagy. Ha be vagy fedezve, akkor jó vagy. Ja, van egy tojás. Hát ha nincs tojás, akkor nincs. Akkor tojás nélkül kell megcsinálni. Tényi, annyi vaj van. Anyádat fedezzed. Na. Várjatok. Egy pillanat. Anyudat. Itt van a liszt. Kukor. Kikészítem, ami kell. Oké? Sziasztok mindenkinek. Csókollak benneteket. Na jó, hát akkor felbontom. Pedig van egy felbontva, de én nem keresem. Nem enged beírni helyesen semmit. Semmit nem enged beírni, babám. Ez semmit. Ez semmit nem enged. Hol van a izé? Az a jó. Menj már innen, hát!
Az íz egyele neked is a tüdődet, az íz. Tudod, mi az az íz? Na, az menjen a tüdődre. Mindjárt elálljunk, mindjárt elolvad, mindjárt meghal. Van tojás, van liszt, cukor, vaníliás cukor, szél kicsi volt, haldok, már haldoklott, láttátok, de kutyák, na, ez mind csíra. Fogol egy lavort, fogsz egy lavort. Mit már lava, tararirarara, tiriri, tarácsa, tiriri. Éjszaka, mert hinni kell, a remény visz tovább. Elmondnak vágyai, változnak, valami így van. Big Málahor. Na, úgy csinálom amúgy, érdekes módon csinálom amúgy. Fogod a cukrot, szemre teszel bele cukrot. Ugye? Várjál, veszem. Cukor, jaj, elég legyen már a hizé, vaníliás, jó sok cukorka menjen, menj bele cukri, egy másodpercre megmutattam a vaníliás cukrot, belerakom, mindjárt fordítom a kamerát, megmutatok nektek mindent, csak valaki be akar jönni, és most azt nem akarom, na. Kamera fordít. A lavorba. Ez cukor, meg vanília, cukor. Ennyi van. Várj, mi volt az? Nem tudom mi az. Na, ennyi volt kb. Benne, ugye? Oké. Okay. Micsoda? Az drága? Nem drága. Figyelj, attól függ, hol veszed a cukrot. Nem drága. Most amúgy a cukornak lejjebb ment az ára. Én úgy gondolom, nem drága. De ha másra gondolsz, a kapált faszát megeszed te is. Fogod a izét, azt az menjen a tüdődre. Azt megfogod, én csak mindent bele. Figyelj. Egy élesztőt így rámorzsolsz. Mindent egybe bazdik. Minden. Fogod a tojást. Üssed rá. Ne sajnáld. Szó van tüdőre. Nagyon adlak. Na hallod? Adjál is. Nagyon adlak. Egy pici só, mert mindenbe kell só, de nem sok. Átfordítom a kamerát. Itt van ez is, ez névtestvérem vagy, vagy névrokonom vagy. Na, ugye? Névrokonom vagy. Hogy neked meg az íz menjen a torkodra. Átfordítod. Tojás, élesztő, cukor. Látod? Vaníliás cukor, oké? Okay? Langyos tej, amit ebbe melegítettem fel. Ráöntöd. Öntsd rá! Vég a dalnak! Ennyi íz nincs! Megmutat, ráöntötted, iga édesem! Hagyjad egy picit! Így szoktam, mindent egyszerre, higgyétek el, tapasztalatból csinálom, nagyon jó! És ezt is felveszem, megmutatom, ezt megmutatom! Gyere rá, nokedli! Ki fogom tenni? Van még ciki, abból van sok mindenetek. Sok mindenünk van, hát az van, tényleg nagyon sok mindenünk van. Már sem tudom, hova rakjak, hova pakoljak. Nagyon sok mindent összevásárolunk amúgy, azt is, amit nem kell. Nagyon, nagyon sok mindenünk van, rengeteg.
Minden, ami csak létezik, amit el tudsz képzelni, veszem meg. Na, majd még ilyenekkel, de szerintem ő nem olyan nő. Drága jó Istenem, hogy fulladjon maga, aki azt gondolja. Így, né? Akkor várjatok, még egy kicsit hagyd teljen az idő. Egy cseppet. Itt mindenki kurva, azt hiszitek, mindenki kurva. Aki már egy nő, ránéztek, az kurva. Azt a betyár, akkor itt mindenki kurva. Já, mindenki kurva. Akkor mindenki. Hát azért valaki ad magára, valaki öltözik, ad magára, hajára, mindenre, nyakára, órára, szájára, ad mindenki. Akkor az már kurva. Mert csak a kurvák nézhetnek ki jól. Jaj, aki háziasszony, az lepusztuljon. Pusztuljon meg. Jó. Aki, hát pusztuljatok pedig. Aki azt gondolja, hogy kurva a másik. Hát, nem Reni. Valaki ad magára, valaki csinosan öltözik, valaki sminkeli magát, valakinek vannak igényei, tuti, hogy baszik, orba szájba, hogy fulladjatok meg az íztől. Hát kik ezek, nem tudom, na azok mind meredjenek meg. Na, kimondtam, az íztől. Nem, majd igénytelenek leszünk, nem? Nem, hát na ezt magyarázom, ennyi. Azért megy el az uruk kupakolni. Soknak azért megy el az uruk kupakolni, mert le vannak lakva. Le vannak pusztulva. Há, most azok, akik le vannak pusztulva, mert le vannak lakva, azok írják be, hogy kurva vagy. Úristen, ne legyél lepusztulva, az ízegyek a picsádat. Akkor ez így megvan. Hát ki mondja, hogy úgy nézzék ki, mint egy bányarém. Te szulikálta. Amikor ez így megvan, akkor fogod még a tejet. Hát nem. Jaj, nagyon-nagyon csóripók. Mehet bele a liszt, inkább nem szólok. Csak öntök. Két gyerek mellett én is próbálom hozni a... Persze, egyértelmű. Így van, édeseim. Két gyerek mellett is ott vannak az igények. Így van, babám. Hát menj, nem? Ugyanaz. Szia, Kellikém, csókolak, édesem. Na. Nem megkeseredni kell, aki nem tudja, mert ki van az élettől, abban nem tudunk mit csinálni, babám. Aki ki van az élettől, az rajzoljon magának napsugarat. Nem tudok mit mondani. Most mit csináljunk vele? Három gyermekem van, az Isten áldjon meg benneteket, édeseim. Szia, csodás napot, csórók, hát nem, hát ilyet már, márol-e. Szia, fánkos sütök, honnan tudtad? Ja, ki van írva? Jó van. Mondom, fánkos sütök, honnan tudtad? Ki írta? Mert magukról nem mennek messzire. Na, hát oldjátok meg, babák. Életbe kell maradni. Ez a tej. Éjjaj, ez remélem nem volt megromolva, pedig máma vette. 42 volt, de még azt mondják 20. Hát ez a nem mindegy. Ja, jó. Jó. Most vettem ma. Dik mondom, milyen savanyú vagy nem, de nem az. Nagyon szánalmasak, olyan aljasok a nők, te. Olyan aljasok, hogy nem igaz. Nekik mindenki kurva, mindenki szobázik. Amikor meg ember írja be, amikor az meg azért írja be, hogy hát na, mert kéne neki, most asszonyuk van. Sok embernek asszonya van, azt itt mereszti magát az asszonyok közt. Inkább foglalkozzál már otthon az asszonyoddal, hát. Ne engem kérdezzél, hogy én mi vagyok, meg ki vagyok, hanem ott van az asszony, az tel is húsz étnek a míst, azt kérdezz meg, hogy van bent valaki? Jó? Nem romlott a tej? Oké. Asszony, széthúzod, azt megkérdezed, van bent valaki? Beszélgessé be a barlangba. Kiabáljál be.
Azzal foglalkozzá, ha már megnősülté. Hát ilyeneket nem láttam, te jó Isten. Jó van, vannak itt normális férfiak, akik ide szólnak, beírnak, sziasztok. Vannak, annyi normális van, de ezek a kullancsok is megtalálnak engem. Ezek is megtalálnak. Az asszony meg majd megöl benneteket, csak majd megtudja, hogy itt basztok a TikTokon. Már az asszony majd kihúzza a faszotokat. Ne félj, az asszony túl meg úgy remegnek, mint a nyárfa levél. Csak hát az asszony nem tud róla. Az asszony lelakva, lepusztulva foglalkozik a gyerekekkel, a sok csöves faszú meg itt írkál befele már másik nőknek. De ha megtudná az asszony menni a háztól, jó mondod, ha nem? De az asszony megtudja, fakabát szedheted a sátor fára. De jól teszik amúgy. Mai nők ám nem szívbajosak, ne féljé. A mai nők megmondják, hogy azt a viszta, másnap meg félre megy, de jól teszik. Jó is teszik. De az ilyen csirákkal mit foglalkozzanak? Há. Ha végre elúrtok a gyerekek, eszek most már. Na jó étvágyat, édeském. Egyél édeském, egyél finomat. Kérek, én is fánkot. Nézd csak, hogy most már a Melinda megkeresztelte a fánkot. Figyelj, babám. Még egy kicsit rágyúrok. Köszönöm. Szívesen. Jó finomakat. Egyetek, igyatok. Jó fánkot én is megcsinálom. Még egy kicsit rágyúrok. Nézd így. Így. De megenném, ha jókat szoktál csinálni. De örülök neki, hogy tetszik nektek. Rég láttál, Alexám? Csókollak. Csókollak, csajós. Alászórunk. És akkor oda igazítod, ahol kell. Forgassad szépen úgy, ahogy kell, lehúzod, és most már kész, fánk. Ó, még így felhólyagzik, kicsi lisztján megszórod a tetejét, rendesen, a hólyag így feljött, mindjárt megmutatom. Tiszta tizine. Ma meglátjátok. És így láttátok, mindent beletettem. Élesztő, cukor, tojás. Ráütöttem mindent egybe. Aztán jó, összekelesztettem, ment rá a tej, adagoltam hozzá a tejet, adagoltam hozzá a lisztet. Olyan sűrűségűre csináljad, hogy a tatapta fánk, tudod, a kertészta. Hát most ezt csak tudja mindenki. De szeretlek, csókollak életem, én is így szoktam csinálni a fánkot. Várjál, megpróbálom nektek. Átfordítom a kamerát, megmutatom, hogy már most hólyagos. Na, várjál. Figyeld, ez itt feljött, látod? Tiszta hólyog. Az egész. Itt, jön felfele. Hopp, ki is lyukadt. Na jó van, annyira mutattam ki lyukadt. Láttad, milyen hólyogosra feljön? És minden benne volt. Minden, babám. Minden. Hagyjuk kelni. Látszott? Sok gondolom, mindig azt mondom, menjek már, dagasszom be a fánk. Igen, hát igen, szokták, amikor valaki jó bedagasztott, valaki tud dagasztani. Igen. Hát az nem baj. Valaki jó csinálja, az szól. Hát az nem baj. Nem szégyen az.
Nem szégyen, várjátok, megmosom a kezem. Nem szégyen, hogy babám. A levesünk jó fő. Az sose szégyen. Az ember mindig tanul. Várjátok, a telefonom is piszkos. Ja. Az ember mindig tanul. Mindig. Megállás nélkül. Én is, a harmadik is, a negyedik is, az ötödik is. Mindig tanulunk valamit. Hál' az Istennek, nagyon éhes vagyok, folyik a nyálam. Várjál csak, én így ilyennel letakarom, de remélem, hogy nem fut ki. Várjál, inkább nem. Azt tudjátok, hogy szoktam? Ilyen tiszta nellon megfogsz, ott betakarod vele. Lássol. Hol van neked? Milyen zsák ez, ti? Ez mi? Jó? Ugyanezt szoktad csinálni, én is. Figyelj, így kezd, még megmutatom. Ott a fánk, befigyel. És akkor, ha ezt így ráhúzzuk, hamarabb megköl. Na, tudjátok, mit szoktam? Olyan helyre viszem, ahol meleg van. Visszük a meleg fele. Már itt nyitva van az ajtó, most nem olyan. Kitegyem a napra. Nem, várjál, kiteszem a napra. Figyelj! Nem, várjál, kiteszem a napra. Figyelj! Összepakolok. Én a napra szoktam tenni, ha sűt, ott van, a napon van. Szép napot! Áthülöttál. Nem, meleg a beton, amire tettem. Fú, meleg a beton. Olyan meleg van kint, forró a beton. Forró betonon. Hogy van ez a zene? Soká kell meg, nem. Ha soká kell meg, akkor beviszem a szobába. A szobában ott jó meleg van, úgy a szobában van a jó meleg. De most kíváncsi vagyok a napon. Ó, el ne vigyék. És nem viszik el. Hát aki elviszi, süsse ki. Jó nekem, babám. Arra lakni kell. Milyen nagy lenne, már eltűnne a fánk tészta. Hát én annyit nevetnék, nem hiszed el. De annyit röhögnék, hogy eltűnne a fánk tészta. Rívás, sütném rögtön. Nem? Jó, hogy én is. Egy kis lekvár porcukor. Már baj nem lehet. Már az már rossz nem lehet. Egy kis ez, egy kis az. Ki mivel? Még izé is jó, porcukros fahéj, cukros fahéjjal megszórod, már jó, már világi. Kis ütömény egy-kettő, ma meglátjátok. Hamar feljön a napon, mert jó meleg van most kint az ál.
Csajja, én is csinálok. Csináljál, édesem, mert jó. Hirtel, tudjátok, amúgy palacsintát akartam sütni. De ma mindig palacsintát, megint palacsintát süsse. Nem sütök, én mondok palacsintát. Csinálok fánkot, szeretem a fánkot. Meg még tudjátok, én gyorsat akartam csinálni, gyorsat. Vagy palacsintát, vagy fánkot, vagy még azon gondolkoztam, kis kókuszgolyó, tudod?